Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek. Mai műsorunk vezérfonala az élet szeretete. És soha ne adjuk fel a reményt, mert túl a könnyeken, igenis, vár még minket győzelem. Mai vendégem egy olyan színművésznő, akiből árad a mosoly, a derű, a jókedv, a szeretet. Rák Kati, Isten hozott. Köszönöm szépen a megkérdést. Katikám, ez a természetes kedvesség. Ez gondolom gyerekkorodtól a sajátod. Ez kitől örökölted? Fogalmam nincs, de egyszer a főiskolán azt mondta egy rendezőszakos barátom, hogy hát te még a tepsibe is mosolyogni fogsz. Igen, tényleg, hogy csinálod? Nem tudom, valahogy így születtem. Születési hiba. Születési igen. Hiba vagy erény. Kisgyerekként akkor még nagyon divatos volt a gyereküdültetés, és én 6-7 éves koromtól minden nyáron és télen gyereküdülőkben jártam. Voltam Balatonbogláron, voltam Parácsasváron, sok-sok helyen, és olyan játékok voltak, hogy a búcsú este előtt mindenki valami kis produkciót, és én már 10 évesen az Öreg asszony és a halál című mesét dramatizáltam, rendeztem, és én magam voltam az öreg asszony. Oh. Nagyon nagy sikerem volt, mert volt egy kardigánom, ami éveken keresztül velem nőtt, ezt nem tudom, hogy csináltam, de nyúlt, és évekig hordtam, imádtam, és azt összegyűrtem, és a hátamra pufnak odaraktam, és egy bottal szaladgáltam föl és le alá, és a gyerekek nagyokat nevettek, úgyhogy az igazi első nagy sikerem valójában ez az előadás volt. Aztán sok év elteltével, amikor 17-18 éves lettem, mi egy nyugdíjból éltünk otthon a déc szüleimmel, kellett a pénz, elmentem statisztálni, és egy ilyen statisztálás alkalmából odajött hozzám a Módos Gábor, és megkérdezte, hogy volna-e kedvem modellkedni. Elsőként, jól emlékszem, a Hódiköt kötőipari termékeit kellett fotózni, és nagyon-nagyon meglepődtem, hazamentem, és én, aki addig egy nagyon finom kis úrilány voltam, és hát nekem este 8-ra otthon kellett lenni. Akkor közöltem a mamával, én akkor most 2-3 napra elmegyek. De ő is úgy meghökkent, hogy azt mondta,
Jó. Már a dédi mamával. Már a dédi mama, igen. Én őt hívtam mama. Ebbe van valami sorszerű, hiszen mondtad, hogy az a kardigán az veled nőtt, és ez a hódi köt, hát ez is kötött áru, igen. Nem? Igen. Hát minden esetre viselni. Ugye be kellett ülni egy kis mikrobuszba, több modellel elmentünk vidékre, ha jól emlékszem, talán Szombathelyre. És fekete-fehér fotókat csinált a Módos Gábor, hát valami olyan szépeket, akkor még volt egy olyan újság, hogy ez a divat, és akkor ő azt ott bevitte, az elkészült képeket, kézről kézre vették, nézték, hogy ki ez a szép kislány, hát kislány voltam ugye, nagyon fiatal, és onnantól elindult egy karrier, egy két éven keresztül tartó, nagyon-nagyon szép karrier. Hát, amit csak lehetett, azt abba az időben elérni, azt tulajdonképpen elértem, és akkor utána ez a latin konziba énektanszakon tanultam. Bartók Béla szakközépiskolában. Énektanszakon, és hát utána a harmadik év után elindult a főiskolán az operett musical szak, és akkor oda fölvettek. És ott Ida néni azt mondta, hogy el kell dönteni, hogy most akkor modell vagyok, vagy színésznő, mert ugye én oda is kis gyönyörű, hosszú szoknyába mentem, kis tok kalapba, hát ahova, hogy én szerettem, az önkifejezést én fontosnak tartottam. Érdekes, hogy Hegyeshalomtól arra ez nem gond, hogy valaki modell vagy színésznő, modell is, meg színésznő is, nem? De nálunk ezt nem nagyon szerették, hogy mindenki farmerben, meg tornacipőben, én pedig megjelentem ilyen nagyon, hát ahogy én úgy gondoltam, hogy én szeretem. Hát, és akkor nagyon féltem, rengeteg rostavizsga volt, és mondtam, hogy nem, Ida néni, én színésznő szeretnék lenni, akkor inkább kerintek egy farmer nadrágot, bár én soha nem voltam farmeres például, tehát azért ezt hozzáteszem, és abban az időben nagyon nagy dolog volt különben egy farmer nadrág, tehát az egy nagy, nagyon különleges, ma már minden üzletben van, de akkor nem, úgyhogy beszereztem a farmer nadrágot, és én is úgy jártam, mint a többi, de az osztálytársaim közül akkor is volt, aki azt mondta, hogy a Nina Ricci illatú rák, Kati. Aztán a musical tanszak elvégzése után egyszerre két vonalon is megindult a színészi karriered, hiszen operett főszerepeket is kaptál, és prózát is. Igen. Nagyon nehéz dolog ez, mert igazából én nem választanám szét a zenét és a prózát, mert a drámai helyzetek, a drámaiság egy operetten belül is megvan. És én azt gondolom, hogy amikor még operett primadonna voltam, én ezt maximálisan igyekeztem létrehozni. És emiatt azt hiszem, hogy katarzist is tudtam nyújtani a nézőknek. Hát erre bizonyíték, hogy Zsuzséva ugye rád bízta a Csárdás királynő főszerepét, több mint 100-szor játszottad, meg a Marica Gróftot, de most nézzük meg, hogy milyen Rák Kati, mint tüzes karambolina. Filmesek is felfedeztek. Mi volt a kedvenc filmed, és ki volt a kedvenc partnered? Ó,
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon szerettem a legelső olyan nagy filmet, ahol például a férjemet megismertem. Ez egy sorozat volt. A Kémeriben? A Kémeriben, igen, amit hát mindjárt a főiskolának a végén az egyik tanárom rendezett, a Félix László, és ő osztotta rám ezt a női főszerepet, ott ismertem meg Lacit. Nagyon sok szép szerepet játszottál, a Szép Helénát például, és ami kimagasló, a Marilyn Monroe drámai szerepe, amit 3 színházban is eljátszhattál. Ez is egy furcsa és érdekes, mert meg szokták tőlem kérdezni, hogy mit szeretnék a következő évadban játszani, és én mindig azt mondtam, hogy én nem szeretnék ebben dönteni, amit én rám gondolnak, azt vegyék elő. És volt amit belém látnak, mert nem szeretnék abba a hibába esni, hogy mást gondolok magamról, mint amit mások is gondolnak én rólam. És egy színházi előadásból jöttünk haza kedves kollégákkal, Straub, Dezső, Halsányi, Gabi, Esztergályos, Cili, én, és egyszer csak így a Cili rám nézett, és azt mondta, hogy tudod mit? Hát te vagy az igazi Marilyn Monroe. Neked azt el kellene játszani. És utána megkérdezték a színházból, hogy megint mit, és akkor azt mondtam, hogy én nem tudom, de igazából most ez úgy nagyon körülöttem van, a Cili is ezt most így fölajánlotta, lehet, hogy ezt. És akkor megirattatták rám. A Marilyn Monroe sikeres megformálása hozott magával egy csomó drámai feladatot, mint a gamma-sugarak hatása a 100-szor szépekre, de azt hiszem, hogy ez az éned megnyilvánult zenében is, hiszen egészen másképp énekled a Könyörgés című dalt. Kérlek, Istenem, segíts most nekem! Senki más, csak ő kell nekem. Kérlek, Istenem, segíts most nekem. Add vissza őt, ő mindenem. Kérlek, küldd felém a becsek égi jelét. Egy jelet, mint nekem szól, s amit ő is megér. Az élet szeretetét, az élet örömét te továbbadtad mesékben is, de felmerült bennem, hogy valójában a két kislányod születése indította ezt el benned. Gondolom, hogy Biancának és Sárának is rendszeresen meséltél. Ó, hát hogyha lenne ilyen, hogy olimpia, hát akkor a mesemondó olimpiában én biztos, hogy győztes lennék. Nagyon-nagyon szerettünk meséket, hát most már nagyok a kislányok, de hát legfőképpen ugye az ő életükről, tehát az ő kis hétköznapi életüket szőttem bele a mesébe, de ez egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom, mert azon túl, hogy a szókincsük fejlődik, hát végeredményben az egész életüket átszövi a mese, és nagyon szerették hallgatni az önmagukról szóló történeteket.
volt egy nagy zöld mező, azon egy nagy fa, és alul lakott a, nem tudom én, süni, aztán a mókus, aztán a madarak, átjártak egymáshoz, mi a házi feladat, jött az őzike, gyertek, mert az iskolába, az óvodába, ez van, az van, és az ő kis napi problémájukat úgy meg tudtuk beszélni. Tehát aztán nagyon praktikus is volt, mert nyáron hosszabb utakon, mikor elutaztunk, ugye hátul ültek, nagyon nyüglődtek, és akkor elkezdtem mesélni. És órákon keresztül meséltem, és akkor Laci mondta, hogy most már hagyd abba, mert a vezetés közben elalszom. Az viszont nem mese, hogy a két kislányod is sikeres modell lett, folytatva édesanyjuk egyik sikeres pályáját, és az sem mese, hogy te túl az operett primadonna szerepeken, túl Marilyn Monroe drámáján egy nagyon komoly drámai főszerepet kaptál a sorstól és a férjettől, de ezt konferálja fel Cető Bernát László. Mert valóban egy húsvér élő nő, aki 1900-ban született a 20. század elején, és bebizonyítja azt, hogy végig lehetett élni a 20. századot örömmel, humorral, élettel, mindenféle jó dologgal, noha rémes század volt. Nagy boldogság, hogy itt lehettünk, hiszen a gyökereim ide húznak vissza, itt nőttem fel a Kertész utca, Dob utca sarkán, és ez a történet, ahogy az egyik kritikus fogalmazta, az élet szeretet himnusza. Hát szeretettel várunk mindenkit a Goldmark terembe 5-én, szeptember 5-én csütörtökön. Cető Bernát László filmíró, dramaturg, 37 éve katitársa, 35 éve házastársa. Hogy jött az ötlet, hogy megírd Mammorstein Berta életét? Hát kezdődik ott, hogy valamikor nagyon régen, nagyon-nagyon régen kaptam egy visszaemlékezést, ez magáé Mammorstein Bertának a visszaemlékezése volt. Ő naplót írt? Új-Zélandba visszaemlékezés, nem naplót, visszaemlékezést írt, és elolvastam, és nem szerettem. Nagyon nem szerettem, szóval nem láttam benne semmiféle lehetőséget, és eltelt 15 év, ahogyan ez szokás egy olyan háztartásba, ahol sok kézirat van, hogy süllyed egyre mélyebbre, 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 és valahol a Mariannárok mélységéből bányáztam elő évekkel később, amikor kerestem egy egészen más kéziratot. Ez így szokott lenni. Igen, ez mindig így van, és akkor megtalálom az ollót, hogyha keresem a spárgát. Igen, szóval körülbelül ez volt. Ráadásul halálosan untam, mert most képzeld el, hogy 30 éve ugyanabban a házban élünk. Én rengeteg dolognak voltam a dramaturgia, írója, mindenféléje. Tehát, szomszédok és a barátok köz el sem indulhatott volna nélkül. Borzasztó soknak, és ennek következtében, hogy gyűltek a papírok. És halálosan untam a papíroknak a pakolását, és a kezembe került ez, jó, hát ez szörnyű volt, na, nézzük meg, hogy az idő változott-e. Nem változott. Most sem szeretted? Most se szerettem, mégpedig amiatt, mert van ezeknek a visszaemlékezéseknek egy hátulütője. Ez az, hogy mindig megszépítik a múltat. Tehát bárki írja, hogyha a legkövetkezetesebb, önmarcangolóbb ember is, akkor is megszépíti a múltat. Na most, tehát Mammorstein Berta nem volt ilyen, hanem hát, hogy is mondjam, unokájának írta, és ennek következtében meglehetősen lakkozott volt. És egyszerűen csak egy mondat ötlött a szemembe, ami teljesen olyan volt, mint ahogy Kata szokta mondani, már nem emlékszem a mondatra. És akkor attól kezdve úgy folytattam az olvasását ennek a kéziratnak, hogy mit lehet belőle csinálni. És rájöttem arra, hogy mi is a te műsorodnak a címe, vagy a témája, a hozzáállása. Csoda az élet. Csoda az élet. És az életfonala az mindig a szépet kell keresni benne.
Igen, mit nézünk, tele van a pohár, félig üres, pontosan. Vagy félig tele. Rajtunk múlik, hogy éljük meg a nehézségeket. Pontosan, na most én akkor már régóta kerestem egy olyan életutat, ami a 20. századot el tudja mesélni, és nem találtam, és egyszerűen csak rájöttem, hogy hoppá, hát ez az alkalom, hogy meg tudom írni végre. Itt vannak olyan nehézségek, amiket a 20. század hozott egy érző és gondolkodó ember számára, tehát, hogyha ezt megírom, akkor pontosan a 20. századot írom, meg ráadásul egy olyan karakterben, mint amilyen Kata is, hogy mindenben a jót látja, a rosszat átfordítja. Jó, az neki valahogy olyan, hogyha becsukódik egy ajtó, akkor nyílik három másik. Nagyjából ez a... Ha nem, akkor kinyitjuk. Ha nem, akkor kinyitjuk. Pontosan, igen, szóval ajtó legyen ott, amelyik nem nyílik ki. Kati tudta, hogy ez neki készül? Hát, tudta. Vagy csak úgy írtál titokba? Nem, tudta, hogy neki írom. Azt is tudta, hogy én hova szánom. Végül is elkészült, ami odaadtam, és egy hónapig egy szót nem szólt, hogy mi a véleménye a dologról. Nagyon nehezen tudom elképzelni Katit, amit éppen csöndben van. Nem voltam otthon? Ja. Az a csoda volt, hogy két hónapig forgattam reggel 5-től este 8-ig mondjuk, tehát nem voltam otthon, úgyhogy nem azért ez már indokolja, hogy miért. Ez már valami is indokolja. Na most ezután volt az, hogy akkor elmentünk a Spinozába, ott megbeszéltük, hogy ez lesz bemutató Katanapra, aztán elhalasztották, és nem Katanapkor, hanem decemberben lett a bemutató, és végre bekerültünk egy szót nem szólt róla, hogy tetszik, nem tetszik, semmit, szóval semmi véleményt, én pedig hát egy kis ideges voltam, hogy mi van, hogyha nem tetszik neki. Na de várjál, nem lehet, hogy kicsit másképp adta neked az ebédet, vagy a vacsorát? Nem érződött az ő finom kis mozdulatain, hogy köszönöm, köszönöm, Laci. Na most, hát Katta, te is pontosan tudod, van egy feladat. A feladatnak nekilátsz, hát ezt komolyan kell venni, és hát olyankor nem az érzelem számít egy színésznő számára, hanem az, hogy egy feladat, amit meg kell oldani. Na most ennek következtében Marmorstein Berta lett, és nem pedig Rák Kati. Átalakult! De ez nem volt nehéz, mert a Marmorstein Berta alakult Rák Kati, szóval itt azért személyiségi problémák is vannak. És akkor na most várjál, kaptál otthon egy élő Marmorstein Bertát, akit te nem szerettél annó 15 évvel. Ezt már szerettem, mert hogy ezt én írtam. Szóval ezért... Kicsit Pigmalion, kicsit te alkottad? Skizofrénia, de másban. Szóval bonyolult a helyzet. Na most lényeg az, hogy végre kaptunk egy hét próbát, 5 nap próbát kaptunk, és elmentünk a Spinozába, Kata felment a színpadra, és elkezdtem mondani, én az ölembe vettem a példányt, hogy hol fogok javítani rajta, és hol fogom instruálni, és döbbenten láttam a színpadon a saját feleségemet, hogy először 14 éves, azután 20 éves, azután 40 éves, azután 80 éves. És ahogy alakult át, gyakorlatilag mindig azt a kor osztályt láttam, amit éppen játszott, és ahelyett, hogy különböző megjegyzéseket írtam volna, az első oldalon nyitva maradt a szövegkönyv, és a végén azt mondtam, hogy nekem ez tetszik, és akkor volt hajlandó először mondani, hogy neki is. Mondd, Laci, hogy lehet jól megélni a rosszat? Úgyhogy mindig, szóval egyrészt a rossz az mindig tapasztalatot ad. Az ember az nem a jóból tanul, hanem a rosszból tanul. Mert mi már csak ilyenek vagyunk, mi emberek. Mert mi már csak ilyenek vagyunk, igen. Hát a jóból mit tanuljunk? Hát jó, kész, ez ennyi, hogyha a Hieronymus Boschnak van egy paradicsomról szóló nagy festménye, ott száll a kappan és bele az ember szájába, mindenki kövér, unatkozik igazából, eltespettek, buták. Na most, hogyha jönnek a rosszak, akkor az mindig felpesdíti az életet. Nem véletlen,
hogy az a nemzedék, aki 45-56-ba elment Nyugat-Európába, Amerikába, azok milyen hihetetlen karriereket futottak be, ugyanis itt Magyarországon folyamatosan kapták a pofonokat, és tanultak belőle, és állandóan készenléti állapotban voltak. Tehát ez ebből a szempontból jó. Nem szabad az embernek vattázott életben élnie. Szóval a kudarcokat nem úgy kell megélni, hogy én most belehalok ebbe a kudarcba, hanem úgy, hogy jó, ez most nem sikerült, hogyan lépek tovább. Na most ez egy elképesztő erőt tud adni az embernek. Illetőleg, amiben belehalunk, vagy nem halunk bele, az megerősít. Igen, de ugyanakkor pedig irányít is. Igen. Irányítanak igen. A pofonok. Tehát nem, utat mutatnak. Igen, utat terelnek. Mutatnak. Igen, terelik az embert a valóság irányába. És ennek következtében nem én alakítottam az életemet, hogy ilyen lett, hanem az élet alakított engem, hogy én milyen legyek. Érthető? Teljesen érthető. Bocsánat, én alakítom a te életedet. Na persze. A lehető legjobb irányba. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ennyi sok bölcsességet továbbadtatok. Szívből kívánom, hogy amit képviseltek, a jót adni akarást, azt minél tovább és minél több emberhez eljuttathassátok. Köszönjük. Ezt szeretnénk. Reméljük, hogy önök is kellemesen érezték magukat, és tanulva azokból, amiket hallottunk, igenis keressük a jót, keressük a jó szót, hiszen ha megtaláljuk és tanulunk a hibáinkból, akkor ráébredünk, hogy milyen nagy csoda az élet. Igaz? Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élet.